Mivel fideszesek vagyunk, aberrátnak is kell lennünk. Reggel 10-kor már részegek vagyunk és agymosodtak is. Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői vagyunk, aki gyógyulást ígér, de valójában csak 3-1 kínálja neked a kamu videókat, az áll és rémhíreket. És amikor minden maszlagot elhittél, minden kiadványt megvásároltál, lelép a pénzeddel a Bahamákra, te meg ott maradsz, gyógyulás nélkül, üres zsebbel, a nagy súly alatt összeroppanó gazdaság pedig a földön. Munkanélküliség, megszorítások, adóssághegy, nincs pénz, nincs pénz. Mindig ez a nóta vége. Az adók nőnek, a jövedelmek alacsonyak, megéri dolgozni. A szegények száma nem csökken, barátaim, hanem nő. Most azonban nem is velük kell törődnünk, hanem a saját táborunkkal. Barátaim, sohasem voltunk még olyan inkompetens vezetők, és elszántak, mint most. Ebben a helyzetben kellett belegyalogolni a vidékiekbe, fenyegetni a nyugdíjasokat, és lenézni a nőket. A 2011-ben bevezetett új alkotmányos államvezetési rend megbukott. Megbukott, mert tönkreteszi a vállalkozásokat és a családokat is. Zsákutca. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lesz-e pénz? Ez a mi közösségünknek eddig nem okozott problémát. Nekem személy szerint sem, elvégre a 16 kormányon töltött év után is a saját utunkat jártuk. Persze a mindenben, így a migrációban is pénzt szimatoló kormány az ország erején felül eddig több mint 600 milliárd forintot költött a határok megvédésére. 600 milliárd forint. Még az unokáink is nyögni fogják, ha még itt lesznek egyáltalán. Ez így együtt még gombócból is sok, persze az apró sem jön rosszul.